Körülbelül egy hónap múlva az óbecsei Tiszaparton megkezdődnek egy lebegő objektum építési és elhelyezési munkálatai, az úgynevezett kis kikötő, DOK, amit Óbecse község a határon átnyúló IPA projektumon keresztül valósít meg. A tervek szerint idén, július végéig a DOK munkálatai befejeződnek, jelenleg az alkatrészek összeszerelése és összeállítása folyik. A létesítményt a helyszínen állítják össze, ezért szükséges a part egy részének felszabadítása, a kemping és a fürdőzésre szolgáló lépcsők közötti részen, mondták az óbecsei városi közigazgatás tisztviselői. Hogy a munkálatokat biztonságosan tudják végezni, szükséges eltávolítani az összes csónakot és úszó alkalmatosságot, melyek jelenleg ott vannak. Egyes objektumoknak nincs engedélye, vannak viszont, akiknek van engedélye. A kérésünk, hogy mindenki, akinek ezen a partszakaszon van lebegő létesítménye, engedéllyel vagy anélkül, távolítsák el onnan. Természetesen az engedéllyel rendelkezők csak ideiglenesen kell, hogy ezt megtegyék, azért, hogy a munkálatokat biztonságosan el tudják végezni. Persze, ha önként nem távolítják el onnan, akkor a felügyelőség ki fog menni, és a törvénnyel összhangban intézkedéseket kell foganatosítaniuk. A felügyelőség mintegy 10 nap múlva indul terepre, amikor is átfésülik a Tiszapartot teljes hosszában, a Schleisztól a kemping végéig, hogy ellenőrizzék, van-e minden lebegő létesítménynek jóváhagyása. Amennyiben a felhasználónak a vízpart és a vízrész használatára szóló határozata a jóváhagyásról bármilyen formában már nem érvényes, melyet az illetékes hivatal állít ki, akkor köteles onnan eltávolítani a lebegő objektumot. Abban az esetben, ha ez nem történik meg, akkor a felügyelők kérelmet nyújtanak be a szabálysértési eljárásra, megindítására, a bírságok pedig 5000 és 1 millió dinár között mozognak, attól függően, hogy a tulajdonos jogi vagy magánszemély-e. Ha a tulajdonos nem távolítja el objektumát, akkor ezt mi megtesszük, de a tulajdonos költségén. Persze ez nem ugyanannyiba kerül majd, mintha ő vitte volna el saját maga. Nekünk ugyanis egy céget kell angazsálni. A cégnek egészen más tarifája van, mint amikor a tulajdonos saját maga eltávolítja, például a csónakát. Tehát a tulajdonosnak dupla költségébe kerül majd, mert fizetnie kell a szabálysértésért és az elszállításért is. A lebegő dok 84 méter hosszú lesz, összterülete pedig 228 négyzetméter, ami a befogadó képességét illeti, maximum 20 kisebb hajó, illetve 50 kisebb csónak fér majd el, belülről kikötve normális szögben. A polgárok arra panaszkodnak, hogy nincs már több hely, nincs hova kikötni a csónakokat. Az új létesítményen lesz bizonyos számú állandó hely, és persze helyet kell hagyni a turisták számára is, akik így módon látogatnak Óbecsére, hogy ki tudják kötni csónakaikat. Emlékeztetőül elmondjuk, hogy a határon átnyúló projektumban két magyarországi község is részt vesz, Algyő és Csongrád. Az óbecsei beruházás 172 000 eurót tesz ki, melyből a helyi önkormányzat hitelútján 18 millió dinárt biztosított. Miután a projektum realizálódik, a községnek az eszközök 85%-a vissza lesz térítve, ami azt jelenti, hogy a helyi kasszából erre a projektumra 2,7 millió dinár lesz elkülönítve. Óbecse község közlekedésbiztonsági tanácsa felszólítja a polgárokat az előírt közlekedési szabályok betartására és arra, hogy a forgalomban viselkedjenek felelősségteljesen és becsületesen. Arra kérik a közlekedés résztvevőit, hogy fordítsanak megfelelő figyelmet egymásra, hogy ezzel megóvják saját és mások életét. A gépjárművezetőknek különös óvatossággal kell közlekedniük az általános és középiskolák területén. Ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy ne vezessenek fáradtan, álmos, betegen, alkoholos, illetve pszichoaktív gyógyszerek befolyásoltsága alatt. A községi tanács óvainti a közlekedés minden résztvevőjét, de különösen a gépjárművezetőket, hogy szándékukat időben jelezzék, soha ne forduljanak el hirtelen, anélkül, hogy nem ellenőrizték volna a közlekedési helyzetet. Óbecse község közlekedésbiztonsági tanácsa értesíti a lakosságot, hogy az elkövetkező időszakban a közlekedési rendőrség fokozott ellenőrzéseket végez a közlekedésben résztvevők között.
A Szociális Védelmi Központ keretein belül működő napközi otthon csütörtökön a Zdravko Glozsanszki általános iskola kezdeményezésére vendégül látta az intézmény 5-től 8. osztályos tanulóit, akik polgári nevelésre járnak magyar nyelven. A közös műhelymunka célja, hogy egyrészt a gyerekekben és a fiatalokban tudatosítsa az erdők bolygón betöltött jelentőségét és szerepét, másrészt pedig a polgári nevelésben részesülő tanulók érdeklődésének gyakorlati felkeltése a gyermekek jogainak fontosságára. Egész évben a gyerekjogokkal foglalkozunk, az volt a célunk, hogy kilépjünk az iskola kereteiből, mivel elméleti módon feldolgoztuk, de távol áll tőlük, tehát a cél az, hogy körbejárjuk mindazokat az intézményeket, amelyek a gyerekjogok védésével, illetve megvalósításával foglalkoznak, megismerjék, meghallják a helyszínen, hogy hogyan harcolnak, vagy hogyan védik meg a gyerekeket. Jó, négy szó právlenye, nekázom a Ma a műhely munkán egy erdő 3D-s makettjét készítettük el közösen a Zdravkós tanulókkal. Elkészítjük a mi erdő makettünket, mert a közös munka alkalmával szeretnénk bemutatni a különbözőségeket, és azt, hogyan juthatunk el közösen egy szép projektum megvalósításához. A csütörtöki barátkozás egyik fontos záradéka az, hogy a közös makett készítés kitűnő módja volt annak, hogy az általános iskolások megtudhatták és megismerhették, hogy társaik milyen nehézségekkel küszködnek, és mivel szembesülnek úgy az utcán, mint otthon is. Sajnos nagy az igazságtalanság és a tudatlanság a fejlődésben elmaradott személyekkel szemben, a jogaik megsértésével és megszegésével. Az a szándékunk az ilyen műhely munkákkal, hogy bemutassuk, hogyan dolgozhatnak együtt a gyerekek és a fejlődésben elmaradott fiatalok. A közös munkán keresztül barátkozhatnak is, és láthatják, hogy többet el tudunk érni közösen, attól függetlenül, hogy van problémánk, vagy nincs. Lefedni valójában azt, hogy ők gyakorlatban kapcsolatba lépjenek, tudják, hogy hova kell fordulni, hogyha problémájuk van, hogy tudjanak segíteni azoknak a gyerekeknek, akik másként élnek, mint ők. Egy kérdés volt most itt, ami egy kicsit, nem kicsit, nagyon elgondolkodtatott. Azt kérdezte tőlem az egyik kisfiú, hogy Rita, ez a betegség elkapható, tehát ragályos? Akkor szembesültünk vele, hogy hatodikosok, és még mindig nem tudják, hogy mi a betegség, az állapot, és tényleg szükség van arra, hogy összekapcsoljuk őket, hogy lássák a másságot, valójában az egyedüli módja, hogy elfogadják a másságot, és hogy tényleg a demokratikus kompetenciákat fejlesszük a gyerekeknél minél korábban. A műhely munka mindkét fél számára, a vendégdiákok és a napközi otthon felhasználói számára is kölcsönös megelégedésre zajlott. Itten ismerkedünk, beszélgetünk, rajzolunk, csinálunk erdőt, 3D-set, segítünk egymásnak. Ma erdőt készítünk. Eljöttek a barátaink a Zdravko iskolából, hogy segítsenek nekünk, hogy közösen elkészítsük az erdőt, és hogy barátkozzunk. Örülök, hogy eljöhettünk ide, és hogy láshassuk, hogy ők hogy dolgoznak, segíthetünk nekik. Eljött sok diák segíteni nekünk, hogy közösen fessünk, vágjunk, és a falra ragasszunk. Rajzolunk, és beszélgetünk velük, hát szórakozunk. Az erdőkre szükség van, mert ők a földünk tüdeje. Vannak tűlevelű és lombhullatú erdők. A tűlevelű például a fenyő a tűleveleivel, a lombhullatúaknak pedig leveleik vannak. Lesznek új barátaink, barátkozunk velük, rajzolunk. A Zdravko tanulói 2 hét múlva meglátogatják a Szociális Védelmi Központot és a Bratstvo általános és középiskolát is, és azt tervezik, hogy megismerkednek a gyermekvédelem szempontjaival, továbbá az Óbecsei rendőrállomás működésével is, mondta Börcsök.
Ninoslav Trajkovics, óbecsei kalandor, humanista és világutazó, harmadízben tervez megtenni egy 20 000 kilométeres utat Jugo 55-ös gépjárművel, ami a tervek szerint kevesebb, mint 75 napig tart. Kalandjai április 20-án kezdődnek, ezúttal a déli kontinenst tűzte ki célul. A Balkánon és Ázsián keresztül Ninoslav Ausztrália felé veszi az útirányt. Szerbiából indulok, majd Bulgárián, Törökországon, Iránon, Afganisztánon, Pakisztánon és Indián keresztül Bangladesbe, majd Tájföldre utazom. Tájföldről valószínűleg ellátogatnék Szingapurba, majd újra visszajönnék Tájföldre, mert Bangkokból, Tájföld fővárosából repülővel utaznék tovább Ausztráliába. A Jugo ott maradt Tájföldön. Ausztrália egyetlen Jugója vár majd rám a reptéren. Ezzel folytatom tovább az út egy részét. Majd miután visszajuttattam a gazdájának a gépjárművet, a folytatást autóstoppal teszem meg Perthig, amely az ausztrál kontinens nyugati részén fekvő egyik városa, és innen repülök vissza Belgrádba. Nino tervei szerint mintegy 5000 kilométert Ausztráliában stoppal fog megtenni. Új régi Jugójának a Rina nevet adta, amit Jován Bokun óbecsei lakostól kapott, aki egyébként hű követője Ninoslav kalandjainak. Ez egy olyan Jugo, ami Jován nagyapjáé volt, 6 évig állt mozdulatlanul. És most készítjük elő az új utazásra Ausztráliába, pontosabban csak Tájföldig tart az ő missziója. Olyan lesz, mint Rina. Ő kék-fehér színű volt, ez pedig piros-fehér színű lesz. Rina az átutazott 12 000 kilométer után Tájföldön marad, mert Nino azt tervezi, hogy egy ott élő szerbiai házaspárnak ajándékozza az autót, akiket egy telelés alkalmával ismert meg, és akik ebben az országban élnek és dolgoznak. Mint ahogyan az első két utazásának is humanitárius karaktere volt, így a harmadik kalandját is ennek szenteli, magyarázta interjú alanyunk, aki ebben a kérdésben nem szeretett volna sokat elárulni. Imam uglavi kome ista i koliko. Megvan már a fejemben, hogy kinek, mennyit és hogyan, de szeretném, ha ez titok maradna az út végéig, mert jobban oda akarok figyelni a pénz áramlására. Valakié lesz, valamiért lesz, és majd ha befejezem az utazást, akkor fogom bejelenteni. A fiatal óbecsei nagykövet a nyáron és a télen elvégzett idénymunkából megkeresett pénzt ebbe az utazásba fekteti. Emellett óbecse vállalkozói és a lakosság is támogatja őt, akik nélkül elmondása szerint nem realizálhatná ezt a vállalkozást. Jelenleg támogatókat keresek, akik segíteni szoktak, azok a helyi emberek, akik már az eddigi kalandok során is támogattak. A többségük ezt a harmadik utazásomat is segíti, de lesznek új szponzoraim is, majd meglátják az autón. Közülük az egyiknek külön örülök, mert ismertebbek. Arra fogok törekedni, hogy minél több pénzt gyűjtsek. De természetesen, mint az előző két alkalommal, így most is szükség lesz a saját pénzemre is. De ez nem okoz problémát, mert annak, amit látok és átélek az út során, nincs ára. A kalandokban az újítások is végtelenek. Trajkovics exkluzívan az óbecsei tévének még egy újdonságot jelentett be, ami majd követi az útján. Idén a SAT műsorral együttműködve lesznek újdonságok, amit nem árulok most el, de biztosak lehetnek benne, hogy idén is lesznek napi beszámolók, sokkal jobb képpel és sokkal több felvétellel. Na jó, egyetlen újítást elárulok. Lesznek élő bekapcsolások az utazásról. A többiről még nem szabad semmit elárulnom, de mindent megtudnak hamarosan. Szerdán, március 27-én szünetel a vízszolgáltatás óbecse minden háztartásában, 5 órától 16 óráig. A Vodokanál közvállalatban elmondták, hogy a városban a vízvezeték hálózaton folyó tervezett szerelési munkálatok, illetve a fővonal szelepeinek cseréje miatt nem lesz víz.